Két trafiboxot is elhelyezett Dabasváros önkormányzata a település közigazgatási határain belül. Az egyik ezek közül az Inárcsi úton Dabas-Besnyőn, a másik pedig a Vörösmarty úton található. Az eddigi tapasztalatokról Károly Róbert rendőrőrnagyot, a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét kérdeztük. Mind a kettőben ugye megtalálható az úgynevezett ARH Kames 1 nevezetű készülék, amellyel sebességellenőrzést most már élesben mérünk. Sajnos van gyors sajtó, én annak örülnék, ha nem lenne, mert az azt jelenti, hogy betartják a közlekedők a szabályokat, de folyamatosan vannak gyors sajtóink. Az adalék hozzátartozik, hogy mindattól függetlenül a trafibox kihelyezése került. Egy hónapon belül volt egy olyan gyorshajtás itt a Vörösmarty út 127 szám előtt, van egy felmért sebességellenőrzési helyszínünk, ahol 137 km/h-val közlekedett egy járművezető. Hagyj ne mondjam, hogy gyakorlatilag fizikai akadály nélkül van ugye kerékpársáv felfestve a Vörösmarty úton ugye mind a két oldalt, hogy ez milyen veszélyhelyzettel jár, ha valaki ilyen gyorsan közlekedik. Hazánkban a vezető baleseti ok a megengedett sebesség túllépése, azaz a gyorshajtás. Az abszolút sebesség túllépés mellett a legtöbb esetben az időjárási viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztása miatt alakulnak ki balesetek. Az egyik ilyen példa, ha egy útszakasz teljesen le van fagyva, nem közlekedhetünk rajta a megengedett sebességgel, kizárólag az út és látási viszonyoknak megfelelően. Az elmúlt hétvégén is az 50 km/h sebesség határ jelentős túllépése kis híján tragédiába torkolt. A sebesség ellenőrzésnek a relevanciáját az is mutatja, hogy hétvégén történt egy olyan sajnálatos esemény, amiből a pozitívum az, hogy személyisérülés nem történt. Ugye a tűzoltósággal szemben a Bartók Béla út, illetve a Szent István út kereszteződésében volt egy anyagi káros közúti közlekedési balesetünk, melyben jelentős sebesség túllépéssel közlekedett a járművezetője, két kerítést rongált meg, és gyakorlatilag a szerencsének köszönhető az, hogy éppen nem gyalogolt ott a gyalogos járdán, illetve a kerékpárúton nem kerékpározott senki, és ez miatt komolyabb sérülés nem keletkezett. Az önkormányzat és a rendőrség folyamatosan egyeztet azokról az útszakaszokról, ahová a tapasztalatok alapján további trafiboxokat lenne szükséges telepíteni. Reményeim szerint be fogják váltani az eszközök azt, hogy a járművezetőkben tudatosul, hogy a sebességellenőrzést azt nem azért csináljuk, hogy a rendőrség bírságtételekre tegyen szert, hanem azért, hogy rend legyen az utakon, valamint, hogy megelőzzük a súlyos balesetek kialakulását.